Legendákkal együtt élhetjük át az egykori hangulatot és diadalt, 40 éve, hogy a Videoton az UEFA kupa döntőig jutott. Éppen ezért különleges, nosztalgikus időszak kezdődik városunkban. A 2025 májusáig tartó Videoton UEFA 40 programsorozatot szerdán ismertették a Sóstói stadion előtt. A szervezőkhöz nagy örömmel csatlakozott a Fehérvár FC is. Klubunk számára egyértelmű volt, hogy szeretnénk méltó módon megemlékezni a 40 évvel ezelőtti 84-85-ös UEFA kupa menetelésről, és az is egyértelmű volt, hogy ebben nagyon szívesen együttműködünk Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatával, illetve az önkormányzati cégekkel. A város polgármestere a szeptember 18-ai első hazai mérkőzésre is visszaemlékezett a sikertörténet kapcsán. Ez egy több mint 1050 éves város, aminek a történelem könyvében nagyon nehéz bekerülni, nagyon nehéz történelmet írni. Csongrádi Ferencéknek, Szabó Józseféknek, Kovács Feri bácséknak köszönhetően viszont ez a csapat bekerült a város történelem könyvébe. Azzal a fantasztikus sikersorozattal és meneteléssel, ami 1984. szeptember 18-án elkezdődött a Dukla Prága elleni első hazai mérkőzéssel, és aztán egészen májusig tartott már 85-ig, amikor is a Real Madriddal is az UEFA kupa döntőbe meg tudtak mérkőzni. A Bernabeu-ban aztán Maier Lajos góljával ekkor győzni is sikerült, de ezt megelőzően a Dukla Prágának Szabó József rúgta a győztes gólt. Az egykori Videoton játékos szerint nem mindennapi érzés, hogy ma is emlékeznek rájuk. A 40 évvel ezelőtti csapatból nem olyan sűrűn tudunk összejönni, tehát ez most egy nagyon jó alkalom arra, hogy összejöjjünk, és hát itt a szurkolókon meg ugye napi kapcsolatban vagyok én legalábbis azért, mert itt a Videoton Múzeumban dolgozom, és hát meccsek alkalmával azért itt elég sok szurkoló bejön, és hát érdeklődnek irántunk még, és jó érzés nekünk is, hogy megismernek bennünket, és emlékeznek a régi szép időkre. Másik futballlegendánk Csongrádi Ferenc, aki az évforduló alkalmával azonnal nosztalgikus időutazásra invitált bennünket. A Videoton gyárnak a területén volt egy futballpálya, hát ott kezdtem ismerkedni a labdarúgás alapjaival, és hát úgy kezdtem menetelni a Serdülő 1-től, IFI 2, IFI 1, tartalékcsapat és ugye felnőtt csapat. És ott lebegett előttünk, ugye, hétvégeken láttunk a felnőtt csapatnak a mérkőzéseit, csodálatos, szép emlékek, és óriási élmény volt azokat a futballistákat látni, és majd aztán egyszer csak kopogtattam az öltöző ajtón, és ott találtam magamat a felnőtt csapat játékosai között. Az elért siker fantasztikus eredménynek számított az egész magyar labdarúgás szempontjából. Éppen ezért tartották fontosnak a szervezők, hogy erről az időszakról méltóképpen emlékezhessenek meg városunkban. Október 3-án az első forduló visszavágó mérkőzéséhez kapcsolódva egy olyan hat alkalomból álló programsorozatot indítanak el, amely lehetőséget biztosít a visszaemlékezésre, az ünneplésre. Vetítéssel egybekötött beszélgetésre invitálják az érdeklődőket a Sóstói stadionba. Természetesen ott lesznek a sikersorozat főhősei, a fehérvári futball legendák, de a Vidi Múzeumban is időutazás vár ránk. A Vidi Múzeumban igyekszünk annyi tárgyi emléket felsorakoztatni, amennyit csak tudunk, és ezúttal is kérjük a szurkolókat, akik még őriznek relikviákat, hogy ajánlják föl legalább egy időszaki kiállítás erejéig a Vidi Múzeumnak. De hát ennél talán még fontosabb, Hogy átadjuk mindazt, ami a játékosok, az egykori játékosok emlékeiből, a szívükből, a lelkükből jön. A felajánlók a képernyőn látható e-mail címen jelezhetik szándékukat. Közöttük értékes nyereményt sorsolnak majd ki, ami nem más, mint egy kezdőrúgás a 2024-25-ös bajnoki szezonban.